nagy fölényben játszottatok ezen a mérkőzésen, ha ránézünk a statisztikákra, jól mutatja például a kapura lövések száma, de a végén viszont 4-2-re a koreaiak nyertek. Mi történt ezen a meccsen? Ahogy mondta, meg voltak a helyzeténk, nem használtuk ki őket, aztán pedig a harmadik harmadból egész egyszerűen többet dolgoztak, mint mi. De tényleg kedden kell nyerni, nem ma, nyilván szerettünk volna, ezért is vagyunk csalódottak, de a hockeyben ilyen sajnos megtörténik, ha nem lövött be a helyzeteidet, akkor az ellenfél ezt általában kihasználja, ez történt ma is, és meg volt a lehetőség, utána volt 5 perc emberelőnyünk, úgy gondolom, hogy ez valami szintén a végén inkább nekik volt előny, mert ilyen emberelőnyt nem szabad megengednünk a világbajnokságon, úgyhogy kellett ez a meccs, sok tapasztalatot szereztünk, megyünk tőlem tovább. Kérdik, ki lehet javítani a hibákat? Elég idő van addig? Ki? Helyzeteket be kell lőni. Ugye ez örök igazság a jégkorongban, hogy ugye ezt a sportot is gólra játsszák, és ugye ott kell lenni a kapu előtt, a kipattanókra, jobban kell a kapus kilátását takarni, de hát ugye ebbe kell jobbnak lenni. Ugye, ahogy mondtad, meg voltak a helyzetek, és az nyeri meg a jégkorong mérkőzés, aki többet lőtt be, szóval ebbe mindenféleképpen javulnunk kell keddig. Igen, keddig orvosolhatók ezek a hibák, hiszen akkor délkorával kezdünk a Divízió 1-es VB-n. Hát ha szeretnénk szép eredményt elérni, akkor mindenféleképpen jobb helyzet kihasználásunknak kell lenni. Ugye természetesen majd visszanézzük ezt a mérkőzést, és tanulunk belőle, és remélhetőleg megtaláljuk azokat a kis taktikai réseket, ahol meg tudunk jobbnak lenni, és ugye amikor ott van a helyzet, akkor picit jobban oda koncentrálva be kell ezeket lőni. Ugye a felkészülés finisében mennyire történt az a felkészülés során, amit elterveztetek, minden munka eled végezve? Hát természetesen haladunk abba az irányba, hogy elvégezzük azt a munkát, meg így is van azért 2-3 napunk edzeni. Szóval ezt mindenféleképpen fel szeretnénk használni, ez jó, hogy fel tudjuk használni, és még jobban akarok lenni. Szóval természetesen, ugye, ami el van tervezve, azt megcsináltuk, az, hogy még javulnunk kell, ez teljesen nyilvánvaló a mai meccs alapján, és megteszünk mindent annak érdekében, minden egyes másodpercben, így ugyanúgy is a stáb, mint a srácok is, hogy jobbak és jobbak legyünk, és remélhetőleg eddig ez sikerülni fog. Ugye időközben, mióta utoljára beszéltünk, a VB-n is történtek változások, hiszen más csapatokkal kell összemérnetek a tudásotok. Így, hogy Szlovénia, Dél-Korea, Litvánia és Románia lesz az ellenfél, és egyáltalán kevesebb ellenfél, és nincs Ausztria, Franciaország, hogy látod az esélyeinket? Ugyanúgy, mint előtte, tehát ezt beszéltük a csapattal, és az edző is tervisére felhívja a figyelmet, és ma láttuk, hogy ezt nem fogják könnyen odaadni. Úgyhogy ha az előző eredeti csoport lett volna, és tökéletesen kellett volna jégkorongoznunk, és nem változott semmi. Úgyhogy ezt ma láttuk, és ezt mindenki tudja, hogy ezért ez nem lesz egy könnyű menet, ugyanúgy tökéletesen kell játszanunk, hogy fel akarunk jól. Ugye holnap lesz kerethirdetés, ha minden igaz. Néhány játékos, ha kérdeznék rá, hogy Sofron István ugye nem tudott játszani a felkészülési mérkőzéseken, miután az új perce eltörött, rendben lesz a VB-re? Hát látszódott szerintem a mai napon is, hogy bizonyított, hogy abszolút rendben van, és igen, rendben lesz a VB-re is. A kapusoknál pedig Hetényi Zoltán itt van a csapattal, de kevés lehetőséget kapott. Hogyha a kapitány számít rá, akkor ő ott lehet Jugyanában? Hát ugye 3 kapusra megyünk Jugyanába, szóval nincs meglepetés, megvan a 3 kapusunk, és ők 3-an lesznek velünk a Jugyanába. Ugye 2 kapus lehet nevezni, és akkor majd azt ki fog derülni, melyiket kapus fogunk nevezni. Hetényi Zoli jól van, szóval nincs semmi baja, és nem titok, de ő fog az U25-ös meccsen játszani, hogy ugye legyen meccse, szóval az egy kis lehet, hogy egy kis információ, amit itt új info itt a média körében. Felkészülési mérkőzéseken mennyire álltak össze a sorok, lesz a még abban esetleg változtatás? Nagyjából összeálltak, és ugye megint felhasználjuk ezt a mérkőzést, hogy visszanézzük, megnézzük a videót, és esetleg látunk olyat, ami változtatni kell, változtatunk. Nagyjából megvannak a sorok, igen. Ugye van több hiányzónk is, de szerencsére most Sebők Balázs rendelkezéssel, mekkora erősség lehet ennek a válogatottnak, nagyon régen volt VB-n. Hát egyértelműen óriási erősítés, és ugye egy top ligából érkezik, európai top ligából, egy top csapatból az erősítés, de ugye tudni kell, hogy egy csapatsportban minden egyes csapattagnak és minden egyes
mindenkinek a helyén kell lenni, és mindenkinek a maximumot kell nyújtania. Szóval egy emberre nem lehet támaszkodni. Nagyon jó, hogy itt van természetesen, nagyon dob a csapaton, de ugyanúgy minden egyes játékos nagyon fontos eleme ennek a csapatnak, és ha jó eredményt szeretnénk elérni, akkor minden egyes játékosnak maximumot kell nyújtania.